Szombat este is folytatódott a rendszer kritikusainak őrizetbe vétele az elnököt választó Fehér Oroszországban. 26 év óta most először látszik valódi esély az autoriter módszerekkel kormányzó Lukasenka elnök leváltására. Úgy fognak alakulni a dolgok, ahogy a kormány akarja, de nem tudni, mi lesz 10-én, mondta egy járókelő. A kedd óta tartó előzetes választáson a szavazópolgárok már több mint 30%-a leadta voksát. A szavazás vasárnap lezárul. Szombaton a legerősebb ellenzéki jelöltön, Svetlana Tihanovszkaján is nőtt a nyomás. Kampányfőnökét és csapatának egy másik tagját is őrizetbe vették. Nem hiszem el. Hogyan tartóztathatják le a kampánycsapatom tagjait? Tette fel a kérdést Tihanovszkaja, aki azután lett politikus, hogy a választáson szintén indulni akaró férjét börtönbe zárták. A felmérések alapján szoros lehet a verseny közte és Lukasenka között, de az ellenzék csalástól tart. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok felét, második fordulót tartanak, ilyenre azonban 1994 óta nem volt példa.